Üdvözlet mindenkinek! Megérkezett a Rokó 2022-es katalógusa is. Ebben a videóban ezt a katalógust fogom megnézni, hogy milyen számomra érdekes hazai vonatkozású modelleket tervez a gyártó kiadni a 2022-es évben. Kezdjünk is bele! Nézzük meg először a klasszikus mávos vasút vasútmodelleket, amiket a katalógusban találunk. A 198. oldalon botlunk bele az egyetlen egy mávjárműbe, ami egy res pőrekocsi. Ennyi. Kész. 5. korszakos kivitelben a Rokó ezt az egy klasszikus mávos dolgot tervezi idén kiadni. Ha egy kicsit tovább lapozunk, illetve inkább visszalapozunk, akkor a 180. oldalon fogunk belebotlani egy Gyesev kargó Iker konténer kocsiba, 6. korszakos kivitelbe, 2022 első negyedévére ígéri a gyártó. Ennyi. Ezzel a két járművek ki is fulladt a klasszikusan véve magyar járművek köre, amit a gyártó tervez kiadni az idei évre. Borzasztó. No de, hogy ne legyen ilyen negatív hangvétel a videónak, megpróbálom összeszedni nektek, hogy a maradék egyéb nem klasszikusan magyar járműből miket tudunk azért még felhasználni különböző hazai vonatkozású szerelvényekbe. Itt is van a Mária Terézia Eurocity, EC60-as néven fut. Na hát ennek a kocsiai nagyon jól felhasználhatóak, egy klasszikus 80-as évek vége, 90-es évek eleje lehár Eurocity vonatba, és ugye az első osztály, a másodosztály, itt ugye ebbe az időszakban vegyesen jártak még a régi C1-es narancssárga festéssel, illetve már az újabb folusekféle klasszikus festéssel a személykocsik hazánkba. Hát ebből a három darabos készletből azért össze lehet legózni egy hozzánk is bejáró szerelvényt is, úgy ahogy van. Ha tovább megyünk, akkor találkozni fogunk egy, egy VLC-s vektronnal. Ezt a mozdonyt megnéztem, ő róla találtam képet, hogy ő sopronba valamikor eljutott, vagy bejárt, nem tudom mennyire rendszeres, de egy minimális hazai vonatkozása ennek a vektronnak is van. Ha tovább lapozunk, akkor fogunk találni egy ilyen fekete színű MRC -e diszpolokos Taurus-t. Ilyen taurus nem tudom, hogy konkrétan ez a pálya száme, de ez a mozdony azért elég gyakori vendég hazánkban, őt azért lehet felhasználni különböző ilyen magánvasúti szerelvények, jellemzően tehervonatok élén is. Van két vektronunk még, két TX logisztikes vektron, ezeket a Loken More nevű cég matricázta fel. A 878-as pályaszámú mozdony biztosan bejárós hazánkba, különböző tehervonatok élén lehet látni. És akkor, ami számomra az egyik nagyon jó hír, hogy a Cseh vonalat végre egy picit felébresztette a, a rokó, és kiadja az Y kocsikat. Első osztály, másodosztály, rögtön két pályaszámmal, illetve a félpodgyász kocsi felállásba. Ugye ezekből a kocsikból gyakorlatilag nagyon szépen össze lehet legózni egy klasszikus 2009-es összeállítású Helicon Intercity-t. Ugye kelleni fog hozzá még a kettő darab PKP-s kocsi, amit a Pico-tól tudunk beszerezni, de össze lehet hozni egy belföldi Intercity vonatot, illetve ezek a kocsik felhasználhatóak az Amicus, Ratislav, Szlován vagy valami hasonló nemzetközi vonatban, mint például a Galileo Galileiben is közlekedtek ezek a járművek. Aztán itt van a csehek fekvőhelyes kocsia, szintén 5. korszakos kivitelbe. Ez a kocsi is nagyon sokféle hazánkba bejáró nemzetközi gyorsvonatba előfordult, például a Nesebár, Panónia, Morávia és még legalább egy tucatnyi másik szerelvénybe megtalálható volt. Tovább lapozva találunk egy EC24 Erasmus nevezetű szerelvénykészletet. Itt egy három darabos szerelvénykészletről beszélünk, mindegyikben három darab kocsi van. Ezekből össze lehet hozni egy Liszt Ferenc eurocity a 80-as évek végé, 90-es évek elejé kivitelbe. Akkoriban jártak hozzánk még ebbe a régi kék csontszínű festésbe ugye a másodosztályú kocsik, illetve alkalmanként nekem van képem is róla, hogy ez a BM235-ös típusú gyorsvonat Kocsi is volt besorozva a szerelvénybe erősítésként. Ott van még a DRS vonalon a klasszikus Halberstati gyorsvonati kocsiknak a kihozatala. Ugye tavaly megjelent ebből a, a SET, most ezek külön is kaphatóak lesznek, ez egy nagyon jó hír. Ezekből a kocsikból össze lehet legózni egy favorit, vagy egy szakszónia nemzetközi gyorsvonatot, illetve egy pár másik nemzetközi gyorsvonatba is közlekedtek, sőt az előző. Erasmus-os szedből a BM235-ös kocsi is bepasszintható közéjük, hiszen a 90-es években számos példa volt rá, hogy ezek így együtt is jártak. Ami sajnos nincs meg ebbe a felhozatalba, az a Mitropa hálókocsi, ugye azok is jártak ebben a két nemzetközi gyorsvonatban. PKP vonalon egy klasszikus ötödik korszakos. Bauceni étkező, illetve ugyanennek a kocsinak a hatodik korszakos változata fog megjelenni, mind a kettő bejárt hozzánk különböző nemzetközi gyorsvonatokba. És ami nekem egy nagyon-nagyon-nagyon nagy pozitívum, hogy végre kiadják újra a PKP IC-s hálókocsikat egy-két darabos szedbe. Hát ezek a hálókocsik, ezek rengeteg vonatba megtalálhatóak voltak, mint például a Metropol euronight ba a Galileo Galilei-be, a Nesebárba, vagy a Varsóviába. Úgyhogy nekem ez egy kötelező darab lesz, hiszen a Metropol Euronight szerelvényemhez, ugye az Akme szerelvényemhez azért hiányoznak ezek a kocsik, most végre be fogom tudni őket szerezni. A teherkocsik között számos olyan van, amit ugye el lehet sütni, tetszőleges hazánkba bejáró tehervonatba, de, de ennyi volt a Rokó katalógusa. Én átnézegettem a külföldi kínálatot is, meglehetősen szerény, és sajnos egy nagyon rossz tendencia figyelhető meg így a, a, a gyártótól. Évről évre egyre kevesebb újdonság van. Most az, hogy a hazai vonal ennyire gyengére sikerült, ez, ez, ez no comment, de igazándiból osztrák-német vonalon se nagyon van annyira eleresztve az idei, újdonságkatalógus, mint amennyire el volt ereszve mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt. További szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!